Sandberg azonban figyelt és kitenyerelte szögletre. Az első veszélyes megmozdulás volt ugye egy beadás a túloldalon, de ott nem jutottak el lövésig. És a kapus szempontjából a legkellemet ért el az Üllői úton, és ez kevés volt. Mögén kerül Wiebe sajnos a 16-oson belül, már gólhelyzetben van, és nagyot véd Kamenár, a kipattanót berúgja. Elaludtak egész egyszerűen a győriek, és gólt kapunk a 8. percben. Pedig tudtuk, hogy a legveszélyesebb játékos Wiebe, ehhez képest végignézte a teljes védelem, hogy rávezeti szélről. Vetlen volt. Pedig hát azt mondják, hogy nemzetközi párharcban a legfontosabb, hogy otthon mondjuk ne kapjon gólt egy csapat. Nagyot védett először Kamenár, aztán a Léc is besegített a svédek dán játékosának. Lasse Wiebe góljával megszerzi a vezetést az IFK Göteborg. Játékos is ott van, Dinnyár lövi el végül laposan. Távolságot. Pátkai. Kilép rá. Augustinsson. Most beszorulnak kis területre, de Dudás jól csellel hozza el. Még mindig megvan a labda, Pátkai beemelheti. És pont két ember mögé. Aztán Malangutól visszaszerezzük. Kronavetter. Jó lenne elesni, de nem a labdában. Csak kihámozzuk, Dinnyár, laposan középre, luftot rúgnak, gól helyzet fölé! Pátkai egyenlít. Szó, miközben láthatjuk Manét melegíteni, kiugrik Wiebe! Ó, ez Romi meg köszönhetett gyűjteni, Dinnyár meg is teszi. Dinnyár be is tudja adni. Rudolf nem fejez, Itzer, ez is kimarad! Eladjuk majdnem a labdát ott középpályán. Nagyon veszélyes, és össze kellett Svesznek csúszni az ellenféllel. Pátkai már csak tovább tudja pöccinteni a labdát. Gyakorlatilag Jimbe adja, és ez kegyetlen. Svec egy kicsit tovább tudja pöckölni, Augustinsson pedig egyértelműen beleszáll a magyar csapat játékosán. Nem kapja, Middekker igen. Eddig szép, Pátkai lőtt el, nem lövi, nagy beadás, ott a helyzet, és ezt is kihagyjuk. Hát nem hiszem. Mindig benne van, benne lehet a gól. Jön a svéd szöglet, hát lefejeli, de nem a miénk. Visszalövik, és beteszi a lábát, így gól. Óriási szerencsével, de megint megszerzik a gólt a svédek. Az elsőnél visszapattant Kamenárról, Lasse Wiebe után, itt pedig egy rosszul eltalált Larsson lövésbe beleteszi a lábát a középen álló társ. Larssont mutatta a kép, ő volt az, aki kapura küldte a labdát, de abban még beletette egy társa lábát, így lett gól. Na lássuk, hát pedig oldalra fejelte, Larsson visszalövés középen. Ott van az elől tévlábaló csapattárs. 2-0-ra vezet. Itt a beívelés. Hát a svédek lekészítik nekünk. Rudolf 6 méterről kirúgja a stadionból. A magabiztos vezetés tudatában még a szokottnál is higgadtabbak, bátrabbak a svédek. Most azonban el kellett rúgniuk a labdát, de berúgják mögénk. Zitzerben Söder. De jól. Szonaszán Szobrelense. Nagy cselek, egy kőkemény belépő. Tarkolgatnak, mit csinálnak? Velünk is beveri. Az utolsó szöget is azt mondanám, hogy a koporsomba Malangu. Hát ez ezen a szinten kiütés. És hogyan kaptuk ezt a gólt? Sam Larsson a 16-oson belül sarkaz. Ez döbbenet. 3-0-ra vezet az IFK Göteborg csapata a Győri Etó Parkba. Itt sajnos
előnyszabályt ad a játékvezető, Szobrál egyszer visszateszi, Sam Larsson zicserben sarkol, Malangu pedig végül is befejezi az akciót. Hát ez megalázó volt sajnos. Földön Dudás, földön a Győri Eto FC. A harmadik svéd gólszerzője Malangu, a dél-afrikai.